Johanna édesanyja azt mondja náluk minden nap Valentin nap, mert nagyon szeretik egymást a párjával. Az apró csoki szív ezen a napon biztosan nem maradhat el. Azért egy kis aprósággal meglepjük, mert mindig mondja, hogy nem kérek semmit, és aztán nagyon örül a meglepetésnek, meg vissza ugyanígy igaz. Hát valószínűleg egy apró kis szívecskével, szeretlek és hasonlók. Mária úgy gondolja, hogy ez a szeretet ünnepnapja is nem csak a szerelemé. Hozzátartozik a család lelki ápolásához és a párkapcsolathoz, úgyhogy a férjem így el szokta venni a kis csoki szívecskét az asztalról természetesen, de nem csapunk nagy ünneplés. Az ajándékboltokban is felkészültek a Bálint napra. A bögrék közt válogat ez a hölgy, de ő sem csak párjának keres csupa szív ajándékot. Valami szívecskés legyen, piros legyen, végül is ez a nap erről szól, azt gondolom. De leginkább ugye a szerelemről szól, de én a kislányomnak minden évben veszek, úgyhogy egyértelmű, akit a legjobban szeretünk, annak veszünk. Igaz, hogy nem magyar eredetű ez az ünnep, de mégis. Tehát annyira felkapott már, úgyhogy most már ezt is ünnepeljük itt is. És ön mit szokott kapni? Én virágot, én rózsát kapok minden éven, csokoládét, mert én nagyon szeretem a csokoládét, úgyhogy inkább ilyen hasznosabb dolgokat, amit én szeretek. Standard ajándék a héliumos lufi, abból is természetesen a szív alakú, de bármi, ami kifejezi ezt a különleges érzést, kellendő ilyenkor. Minden, ami valentinos, az minden a szívecskéről szól, és a virágokról. Rózsáról általában. Most nagy sláger volt az idén a szappan rózsa, ami a virágszirmai szappanból készül, amit esetleg utána egy romantikus fürdőzéssel be lehet szórni a vízbe, ami elolvad. Ez így néz ki, a szirmai puhák, mintha textilből lennének. Idén jött divatba a búrás világító rózsa különböző színekben. Volt olyan, aki egy nagy világítós rózsaboxot kért, amiben 50 rózsa fért el. Hát ez körülbelül kimeríti a 20 000 forintos kategóriát. Ez a hatalmas ajándékdoboz 10 000-es kategória ledes világítással látták el. Gyakran csokival, virággal töltik meg. Ezen a napon egyébként átlagosan 2 000 forint körüli összeget költenek el a vásárlók szerelmet üzenő ajándékra.